A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereng megyében mintegy 180 tonna búzát gyűjtött össze a helyi gazdák felajánlásaiból a Magyarok Kenyere nevű program keretében. Az ebből készült 70 tonna lisztet a megyei civil szervezetek, köztük a Magyar Vöröskereszt osztja szét a rászorulók között. Az idén először kaptunk lisztet a Magyarok Kenyere programból, aminek nagyon megörültünk, 2000 kilogramot, éppen most ma van a szállítása. Ezeket a liszteket a 2 kilós csomagolásba kértük, hogy legalább 2 kilót tehessünk a segédcsomagokba. A segédcsomagokba fogjuk rakni, és így fognak eljutni azokhoz a családokhoz, akik segítséget kértek tőlünk, valamint kint a Tokaji úton minden segélyezési napon azoknak, akiknek már nem tudunk csomagot készíteni, mert esetleg nem jut már, azoknak is lisztet fogunk osztani, de jut ebből a lisztből a megye minden részére. A Magyar Vöröskereszt adománygyűjtő programja a megyeszékhely számos pontján megtalálható. Hétvégéig a nagyobb bevásárlóközpontok kihelyezett gyűjtőpontjainál várják a felajánlásokat.